Na szavaztok és sziasztok! Én se látok 2000, és üdvözöllek titeket a csatornámon, és üdvözöllek titeket a YouTube-on. Máma azt terveztem, hogy Zséda ugye csinálta egy évvel ezelőtt, vagy talán már kettő, nem tudom, ezt az Ödönnyomában animációt, és hát ugye most itt van az első rész, és azt gondoltam, hogy akkor ezt most nézzük meg közösen, mert, ja, így meg akarom nézni, és hát akkor csak már megnézem, akkor miért nem mutatnám meg nektek, és ugye 5 része van, várjatok, egy kicsit még megállítom, amíg ezt elmondom. Szóval ugye 5 részes, és akkor 5-ször fogunk reagálni rá. Ugye ez most az első rész, ezt most megnézzük, aztán akkor nézzük meg, hogy mit hozott össze ez a zsédapka. Na várjatok, reklám. Szép jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, Chester! Jó reggelt, kenyér! Húzd ki a pacimba! Jó reggelt, Ödön! Hogy aludtál, malac? Mondd csak! Gyere, coca! Menjünk a faluba! Veszek neked fincsi répát! Szevasztok, falusiak! Mi a helyzet veletek? Ó, szia, Todd! Jól nézel ki! Ó, Billy! Új frizura! Új kellemes délután, táros! Szeretnék pár száz szép répát ennek a cukkermalacnak! Hogy mennyibe kerül ez? Normális maga? Na nem! Ennyiért én biztos nem veszek répát. Különben is, mikor vitték így fel az árakat? Jaj, sajnálom, Ödön. Ha majd végre leviszik az árakat, veszek neked répát. De ez így nagyon drága! Jó van. Na. Amúgy nagyon jó megcsinálta. Ne szomorkodj, coca. Nem jó neked Adom a retek? Blenderrel. Ejtettem. Akkor mit szólnál egy jó friss gabonához? Aj, ne haragudj, Pajti. De most nem tehetjük meg, hogy csak így költekezzünk össze meg vissza. Tudod, sok pénzem megy manapság arra, hogy... Valamit. Ödön! Júj, ne elmegy a malac. Na, mi van itt? Mit? Amúgy a malacoknak mióta jó a szaglásuk? Ödön, állj! Még negy az orruk, az, igen. Az igaz. Egy bánya. Aj. Ödön! Ödön, ez veszélyes is lehet. Tudod jól, hogy bányászkodni nagyon veszélyes. Aj, Ödön, gyere már ki! Na. Aj. Júj, ne! Ez mi? Ott vannak répák. Valaki répa levest rűz. Júj, ne, most bele fog ugrani. Tudta. Na. Ó, hát itt vagy, malac. Azonnal gyerek ki onnan, az nem a tiéd. Júj. Elsiet. Fiatal cocamalac. Ja. Ha nem jössz ki, mire hármat számolok, ünösküszöm, hogy bacon csinálok belőled. Jó. Hát te meg mit képzelsz magadról, fiam? Én csak kotrodj innen, mert haragom olyan hatalmas... Az meg mi? Mi? Ja, az csak a malacom. Sajnálom, hogy beleugrott a répa levesébe. Ígérem, hogy kárpótlom. Répa levesem! Az egy portálfőzet! Az meg micsoda? Portálfőzet. Ha készik belőle, elteleportálódik valahova. Jaj, ne! Ödön! Mász ki onnan! Ödön! Eltűnt. Elment. Hová lett a malacom? Ez jó kérdés. Ez egy remek kérdés. Hová lett? Nos, az igazat megvalva, fogalmam sincsen, egy új recept, és nem tudom, hova jut vele az ember, vagy esetleg malac, utána kell mennem. Na szépen vagyunk! Előbb a mocskos mangalicád, most meg te is! Ő nem egy mocskos mangalica, ő a barátom, és meg kell találnom. Na jó, kortyolj egy nagyot, de figyelmeztetlek, olyan helyre is eljuthatsz! Ami nincsen rajta a térképeken! Nem izgat. Értem. A malacom fontosabb. Jó, akkor nesze, így ad, aztán ne is lássalak! Köszönöm. Beleugrott.
Nem is rendesen megitta. Itt van a netherben, na. Fejem. És elég is sötét. Ott volt valami mellette, vagy? Ez csak... Na, hol van ez? Szabasz! Hello! Szia! Mizu, semmi! Piggy vagyok! Piggy Watterson! Piggy. Én Zsédav vagyok. Szevasz Zsédav! Nem láttál errefelé egy malacot? Nem! Vagyis, mi az a malac? Nos, olyan, mint te, csak kisebb, rózsaszínűbb és négy lábon járkál. Na meg röfög. Jó! Láttam malacot! Tényleg? Elvitték? Micsoda? Kik vitték el? A csontik! Szokásuk? Hova vitték? A csontvárba! El tudná vezetni a csontvárba? Na, hogy gyere, pajti! Tudod, de rendben. Engem kitagadott a törzsem. Pedig nálunk aztán nagy az összetartozás. Csak hát, nekem kevesebb ész van a fejemben, mint másoknak. Ó, de ennek már jó pár éve. Azóta élek egyedül. Messze vagyunk még, Piggy? Nem, vagyis nem igazán. Ami azt illeti, itt is vagyunk. Abban a várban van a kis malacom. Ott. Valószínűleg rabszolga lett. Rabszolga? Hát, tudod, ha valaki ide kerül, és nem én találok rá, akkor azt a csontik elviszik, és rabszolgát csinálnak belőle. Le is mondhatsz róla. Lemondani? Még mit nem? Megyek és megmentem. Megmenteni? Hajra. Hát de minek? Azért, mert ő a barátom. Barátod? Mi az a barát? Ez egy bonyolult dolog, és nem is igazán lehet leírni. A barátság, mikor együtt nevettek és együtt sírtok, segít neked, ha baj van, és te is neki. Egy kapcsolat két ember, vagy esetleg állat között. Jól megmondta. Akkor leszünk barátok? A barátság nem így születik, Piggy. Ó, szóval akkor barátok vagyunk? Tudod mit? Ha segítesz nekem, akkor leszek a barátod. Áll ez alkuzsét a... Jó, ennyi lett volna, ez volt az első rész. Szerintem akkor holnap jön a második részre a reakcióm. Hát ez nagyon jól megcsinál ez a Zsírov, azért ilyeneket tud. Nem gondoltam volna. Még nem hiszem, hogy látni fogja ezt a videót, de... Figyelj, hát ez... Ez le a kalappal, hát ez nagyon jól megcsináltad. Nem tudom, hogy melyik programmal, szerintem a Blenderrel, az sajnos az én gépemben nem indul el, szóval... Én ilyeneket nem fogok tudni csinálni, de... Ja. Ügyes vagy, Zsírov. És hát akkor... Azt mondanám, hogy ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor ne felejtsd el lájkolni a Zsédavnak a videója a leírásban. Nézd meg, tényleg nagyon jól megcsinálta. És hát akkor találkozunk legközelebb. Viszlát és hello!